az általános iskolás diákok műsorával kezdődött az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség Atalában. Verset olvastak, majd fuvolán játszottak a szépkorú közönségnek. Ezután Orosváriné Boc Tünde, polgármester ünnepi beszéde következett. Köszönettel tartozunk önöknek azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozatukkal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és nyomdokaikba léphessünk. Az önkormányzat szívügyének érzi a település idős lakóinak köszöntését, amely Atalában is hagyomány. Nagyon készültünk erre az eseményre, hiszen a tavalyi évben nem sikerült megrendeznünk, ugye a pandémia miatt nagyon sok eseményünk elmaradt, és közte volt az idősek napja is. Itt a 65 év felettieket hívtuk egy kis találkozóra gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy nagyon szívesen vették, hiszen rég volt már arra alkalom, hogy egy jót beszélgessenek. Itt a kultúrházban vártuk őket egy kis rövid itallal, aztán egy nagyon klassz kis műsort próbáltunk nekik összeállítani, és természetesen egy egytálétellel és egy kis édességgel kedveskedünk a szépkorúaknak. Nagyon bízunk abban, hogy ez mindenkinek a tetszésére válik majd. Minden évben egy 60-70 időst tudunk vendégül látni, ennyien szoktak eljönni, de mi ennek is borzasztóan örülünk, hogy egy délután együtt tudunk velük tölteni. De jó lenne jónak lenni, mindig, mindig csak szeretni. Lelkem szállna, mint a lepke, olyan könnyű, lenge lenne. De jó lenne jónak lenni, csak a szépet észrevenni, nem félni és nem remegni, mindig, mindig csak szeretni. Mindenki személyesen kapott egy gyönyörű szép meghívót, amelyben a műsortól elkezdve egy gyönyörű szép idézet is volt, amelyre meginvitáltuk az időseket erre a mai alkalomra, hogy együtt megünnepelhessük őket, hiszen ők taposták ki nekünk ezt az utat, ami mi is járunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy személyesen itt megjelenjenek az idősek, hiszen hát más alkalom nincs, amikor így együtt tudnak találkozni, hiszen olyan kevés lehetőségük van, akár az orvosnál vannak, vagy egyéb máshol. Tehát ez az alkalom kimondottan az ünneplésről szól. Egy babujással várjuk az időseket, úgyhogy egy meghitt vacsorára számítunk, azután pedig rétessel kedveskedtünk a vendégeinknek, és remélhetőleg, hogyha már a hangulat is a tetőfokára hág, akkor egy nagyon jó kis táncos est lesz a esnek a zárásakép, és reméljük minden reumatikus panasznak véget vetünk ezzel. A rendezvényen a Pesti Zenés Színház két kiváló művésze is fellépett. Kautsky Armand színművész versekkel és magyar nótákkal szórakoztatta a közönséget. Balogh Tímea énekművész torkából ismert operettslágerek csendültek fel. Időseknek hoztunk műsort, az idősebb korosztálynak, és próbáltunk olyat válogatni, ami az ő kedvükre való. Olyan verseket válogattam, amiket ismernek, és gondolom nagyon szeretnek. A kolléganőm pedig olyan dalokat hozott, operett részleteket, magyar nótát, én is olyan slágereket fogok énekelni, amik én úgy gondolom, hogy az ő szívükhöz közel áll. Magukat, nagyon jók voltak az énekesek, tényleg, hogy szuperak voltak, és nagyon tetszik a műsoruk. Mink nagyon szerettünk mindig a nyugdíjas klubba járni, és énekelni, és szerepelni, és valóban hiányzik nekünk ez az összejövetel. A program utolsó fellépője a 7. osztályos Trapp Dorian volt, aki fiatalkora ellenére mulatos és retro zenékkel korbácsolta fel az egyébként is nagyszerű hangulatot. Kisgyerekkoromban mindig mentem mamáikkal misére, és hát mindig megengedte az akkori kántorunk Eszter, hogy odaüljek mellé, és akkor születésnapomra megkaptam anyáiktól a szintetizátort, az elsőt, hát ilyen kicsike volt, és hát egyszerűen magától tudtam rajta játszani.